költségvetési bizottság javaslatot tenni. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a legnagyobb tétel az rögtön több mint 9 millió forintot ragadott ebből a felosztató 23,5 millió forintból, ez pedig bírósági ügyek címszó alatt található az előterjesztésben. Itt szeretném felhívni a képviselők figyelmét, hogy itt történt egy elgépelés hiba, amit egy hibaigazítás című kis szösszenetben javasoltam korrigálni, és most is javaslom egy szóba. Tehát ez nem 3.269.000 forint, hanem 9.269.000 forint. A másik ügy, illetve tétel, amiről szeretnék beszélni, azért itt és nem máskor, mert úgy gondolom, hogy ennek most is itt van a helye, ez pedig a tűzoltóság intézményének a megalapítása. Sajnos folytatódik továbbra is az a tendencia, hogy úgy kapunk feladatokat, hogy kellő forrást nem biztosítanak hozzá. Ez jelesül azt jelenti, hogy ahhoz, hogy intézményé váljék a tűzoltóság, plusz 3 főt kell felvenni a tűzoltóságnak ahhoz, hogy a különböző pénzügyi előírásoknak eleget tudjon tenni, és erre viszont a tűzoltóság központi támogatása nem tesz lehetőséget, vagy nem ad lehetőséget, ezért válik szükséges az, hogy a tűzoltóságnak a 31 millió forintos költségvetését 8000 forinttal megemeljük. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy az előterjesztést, illetve a határozati javaslatot fogadja el. Annyit tennék még hozzá, hogy a Költségvetési Bizottság egyhangulag 7 igen szavazattal támogatta a felmerült igényeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előterjesztést. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Bonda Tibor képviselő. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt közgyűlés! A 95-ös évi költségvetés elfogadásakor azt reméltük, hogy az év során a pótköltségvetésben lesz mód az elfogadott tételek korrekciójára, kiegészítésére. Ezért fogadtuk el a prioritási listánkat, és a bizottsági szinten is ezért vártak türelemmel képviselőtársaim, bízva abba, hogy a különböző bizottságoknál megfogalmazott több százmilliós jogos igény kielégítést nyer. Ezzel szemben ma a költségvetés alig több, mint 0,2%-át érintő tételről tudunk beszélni. Ha elfogadjuk tényként, hogy csak 23,5 millió forintot sikerült szabaddá tenni, akkor az előterjesztés számszaki részéről sem érdemes vitáznunk itt és most. Figyelembe véve azt, hogy az előterjesztés már valamiféle egyeztető folyamat kompromisszuma. De el kell-e fogadni tényként, hogy csak ennyi felosztható pénzünk van. Véleményem az, hogy költségvetési ügyben az első fél évben lényegesen többnek kellett volna történnie. Például, ha az általunk előteljesen javasolt intézményátvilágítások határidőre elkészültek volna, részben már most tervezhetőek lennének a megtakarítások. Vagy ha a frakciónk által kért takarékossági intézkedéseket a város vezetői megvalósították volna, házon belül a GESZ és a polgármester hivatal költségvetéséből úgy gondolom, hogy jó néhány millió megtakarítható lett volna. Ezzel szemben állandóan pocsékolásra kell felhívnunk a figyelmet, az irodák és a tisztségviselők között sokáig nem alakult ki a fegyelmezett gazdálkodást elősegítő belső szabályozás, és valószínűleg ezzel összefüggésben a GESZ is likviditási gondokkal küzd. Nem akarok vészmadár lenni, de aggodalomra ad okot a költségvetésünk egészének egyensúlyi helyzete. Az ingatlan értékesítésre előirányzott 600 millióból időarányosan jelentős lemaradásunk van, és egyes intézményektől pedig olyan jelzéseket kapunk, hogy végső tartalékaik is elfogytak, és őszre komoly gazdasági bajok várhatóak. Elgondolkodtató az is, hogy tulajdonképpen az önkormányzatnak egyetlen olyan bizottsága sincs, talán a pénzügyi kivételező az ellenőrzési bizottság, amely teljesen elégedett lehetne a költségvetés mai korrekciójával. Hiszen szándékunknál jóval kevesebb jut például a környezetvédelemre, utalok itt Faragó képviselőtársam napirend előtti hozzászólására, parkfenntartásra, kommunális beruházásra, sportra és más az intézményi hálózatunkon kívüli, de nagyon fontos feladatra. Nem akarom a helyzetet tovább dramatizálni, csak arra akartam ráirányítani a figyelmet, hogy a helyzet olyannyira kritikus, hogy elvárható lenne a város tisztségviselői gazdasági költségvetési kérdésekben egy nézetet valljanak, és egy irányba tevékenykedjenek. Hogy végre tanújjelét lássuk a személyes példamutatásnak, a takarékossági intézkedéseknek. Nagyon fontosnak tartjuk továbbá, hogy az átvilágítás eredményeit
folyamatosan fel kell dolgozni. Itt nyári szünet nyilvánvaló, hogy nem jöhet szóba ebbe a kérdésbe. És a szeptemberi közgyűlésre már elő kell terjeszteni az intézmény átalakítási koncepció vagy részkoncepció első munkaváltozatát, hogy legalább a 96-os költségvetésünkben éreztesse hatását. Végezetül pedig szükségét érzem kérni, javasolni, hogy a jól érezhető, kitapintható lobby érdekekkel szemben költségvetési kérdésekben mindig a szakszerűség érvényesüljön. És legutoljára pedig azon reményemnek adok hangot, hogy még az év befejezése előtt lehetőség van arra, hogy szabad pénzeszközöket találjunk, és a bizottságok szintjén megfogalmazott jogos igényekre még ez évben kielégítő választ, azaz pénzt tudjunk biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én hadd tegyem hozzá rögtön, hogy az aggályokkal egyetértek, amit a képviselő mondott, tehát valóban a helyzet súlyos, mint az ország helyzete is súlyos, tehát ennyiben paralel mozog a két intézmény. De azt kár, hogy nem hoztam magammal azt a listát, amit épp a múlt héten irattam ki, amely azt tartalmazta a GESZ-nél például, milyen konkrét intézkedések történtek a takarékosság fokozás érdekében. Számos ilyen lépés történt, egyébként a létszám leépítéstől elkezdve a üzemanyagjegyek központi nyilvántartás, illetve kártyára történő vételezésén keresztül egy csomó más intézkedés. Ezt meg fogom tenni, ezt pótlagra fogom küldeni minden képviselőnek, ezt lássák, hogy mik ezek az intézkedési tételek, amik bevezetésre kerültek. Tehát úgy érzem, hogy ebbe az ügybe tudtunk javulni valamelyest a korábbi ciklushoz képest feltétlenül. Amit nem értek, igazából az, amit említett, hogy ez az összhang hiánya a képviselőt, a tisztviselők között, nem tudom, mire utalt ezzel a képviselő. Én nem tapasztalom ezt egyébként, de lehet, hogy csak a szubjektív befolyásom gátol ebbe a felfedezésben. Én arra kérek mindenkit, és ezzel egyúttal igazodnék is a gondolat által mondottakhoz, hogy valóban a helyzet nem könnyű. Nehéz időszak áll előttünk az egész évet és az azt követő éveket is tekintve, tehát mindenkit felkérek arra, hogy a saját területét mértéktartó módon kezelve, tehát nem lobby érdekek szerint eljárva, hanem valóban a szakmaiságot tartva szem előtt próbáljon meg költségvetés ügyekben eljárni. A polgármester úr kész szól. Tisztelt közgyűlés, Gonda Tibor képviselő úr véleményével jó részt egyet tudok érteni, és nem viszonossági alapon, ahol is egy múltkori költségvetési bizottságon ő értett egyet velem. Sok igazságot mondott ki. Én egy dolgot azért szeretnék kiemelni a beszédéből, hogy valami ilyen mondat hangzott el, hogy az intézmények részéről, iskolák, stb. Nem tudom, nem részletezted, csak maradjunk a hivatalos magádódásnál, tehát hogy jelezték, hogy a költségvetési lehetőségeik határára kerültek. Na most, teljesen indokolt és jogos, amikor számon kéri a képviselő úr magának a hivatalnak a takarékoskodását. Aki engem ismer, az tudja, hogy mondjuk én ebben élharcos igyekszem lenni. De vajon hogy lehet értékelni és akkor még két arány is hozzátartozik, ugye a polgármesteri hivatal közvetlen fennhatósága alá, ha jól tudom, de ha rosszul tudom, akkor javítsanak ki. A költségvetésünk körülbelül 3%-a tartozik, és mondjuk az intézményi szférában a költségvetésünk 76%-a tartozik. Tehát el lehet-e menni egy ilyen sima kijelentő mondattal, vagy bejelentő mondattal, ilyen ugyan a nyelvtanban nincs, de a közgyűlésen van, hogy az intézmények a pénzügyi lehetőségek határára értek. Ott mind felelős vezető van, kinevezett igazgató. Ugye múltkor a szakszervezettől megtanultam, hogy nem lehet utasítani őket, stb. Tehát felelősséggel gazdálkodnak az éves költségvetési keretükből. Vajon át lehet ezen lépni, még egyszer mondom, hogy tényként közöljük azt, amit januárban tudott egy igazgató, hogy mennyi lesz az ezévi pénze? Én úgy gondolom, hogy nem, és nagyon kérek minden képviselőt, hogy ne áltassa egyik intézményvezetőnket se azzal kapcsolatban, hogy itt évvégén pénzek fognak felszabadulni erre a célra, mert a mai ismereteim szerint nem fognak felszabadulni. Ami az átvilágítást illeti, a képviselő tudja, hogy mondjuk ebbe is, anélkül, hogy önreklámot csinálni kellően ügyködök. A következő a helyzet, az oktatási ágazatnak az átvilágítása reményeink szerint július 2. felére vagy a végére készül el csak. A szerződésbe vállalt kötelezettség határidő az június 30 volt.
a KFT különböző adatszolgáltatási problémákra hivatkozva ezt kéri módosítani. Na most az adatszolgáltatásról annyit, hogy ugye június, mit tudom én, 16-án vagy valahányadikán kér bizonyos adatokat, amit egy héttel később kap meg. Úgy gondolom, hogy a város teljesített. Na mindegy, július végén körülbelül elkezdődhet a kiértékelés. Az a múltkori közgyűlési döntés, amit a Költségvetési Bizottság segítségével nekem sikerült így puccszerűen kiprovokálnom, hogy mindenütt induljon el, ennek pedig annyi a realitás, hogy körülbelül augusztus végén indulhat el ez a munka, de figyelembe véve azt, hogy az intézményeink akár a darabszámot nézzük, akár a költségvetésben szereplő súlyát nézzük, túlnyomó többsége az oktatási intézmények, tehát maga a munka fizikai valóságában, ami a többinél vissza van, az azért kevesebb. Tehát van arra esély, és itt tényleg van egy meccéspontja az ügynek, van arra esély, hogy valamikor október derekára vagy második felére, akkor, amikor a 96-os költségvetésről érdemben elkezdődnek a viták, illetve a tárgyalások, addigra ezek a rendelkezésünkre állnak. Ennyit. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagy Csaba előterjesztőnek visszaadom a szót. Köszönöm, polgármester úr. Bár nem tartozik szorosan a határozati javaslathoz, de szeretném azért kihasználni az itt felmerült vitát arra, hogy két dolgot elmondjak a tisztelt közgyűlésnek. Az egyik az, hogy amikor a költségvetést összeállítottuk, tehát a 95 évi költségvetést, akkor egyetlen egy olyan intézmény volt, ami nem kapott még céltartalék formájában sem intézmény üzemeltetésre többet forrást, ez a GESZ volt, és egyetlen olyan szervezet volt, ahol alapvető pénzelvonás volt, tehát bázisirányú pénzelvonás volt, ez pedig a polgármesteri hivatal. Úgy gondolom, hogy ez a két döntésünk példamutató volt az intézményeink részére is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gonda Tibor képviselő úr. Köszönöm a szót. Mivel a polgármester úr rákérdezett egy kérdésre, amit én szándékosan nem akartam kiélezni, ezért én arra gondoltam a hozzászólásom, hogy úgy érzékelem, örülnék, ha tévedek, hogy a két alpolgármester között nem egyenlő vagy hasonló a megítélése például az intézmény átalakítás szükségességének. Úgy érzem, hogy a Pabbil alpolgármester úr elkötelezettje az ügynek, mint Révész Mária alpolgármester asszonytól, akár egy újságbeli nyilatkozatára gondolok, akár egy igazgató értekezletben elhangzott hozzászólására, úgy gondolom kevésbé elkötelezettje annak, hogy a humán szféra átalakítás során az ott felszabadult eszközökből a város működésének más területére kerüljön átcsoportosításra. Úgy gondolom, hogy ez olyan koncepcionális dolog, amiben feltétlenül fontos, hogy a város három fő vezetője egy nézetet valljon. Lehet, hogy ez a helyzet már változott, és akkor nem aktuális az én felvetésem, ezt örömmel hallanám a polgármester úton. A másik pedig, amire úgy érzem, hogy reflektálnom kell, az intézmények anyagi ellehetetlenülése. Én nem azokra az intézményekre gondol, ahol a vezetői felelőtlenség miatt történik meg, hanem bizony vannak a városban olyan intézmények is, ahol a helytelen bázisszemlélet miatt adott esetben 5-8-10 évvel ezelőtt rosszabbul lobbiztak, és azóta tolják maguk előtt a hátrányos helyzetüket. Nem tartom azt igazságosnak, hogy egyes iskolákban 76 ezer forintba kerül egy általános diáknak a neve, éves oktatása, más intézmények adott esetben duplája. Nyilván itt ezekre az intézményekre, vagy olyan kulturális intézményekre gondoltam, ahol a környezet változása okozta azt, hogy a bázis szemlélet alapján megvalósult finanszírozás miatt ellehetetlenülnek, a legjobb intézményi vezetői magatartás mellett is. Én azt gondolom, hogy az ilyen intézetek vezetői örömmel várják a megmérettetést, bízva abba, hogy ez a tradicionálisan kialakult ellentmondásos helyzet feloldódik, és talán az ő helyzetük a jövőben változni fog. Én elsősorban az ilyen intézmények miatt vagyok lelkesen elkötelezettje az átvilágításnak és az újraelosztásnak. Köszönöm. Köszönöm a polgármester úr. Elnézést kérek a közgyűléstől, itt nem hagyhatok ki azért egy magas labdát. Ezelőtt körülbelül 3 évvel a akkori SZDSZ frakció javaslatára bekerült a köztudatba az ominózus 10%-os történet, amiről gondolom akkor nem képviselők is valamelyes tudomást szerezhettek, aminek pont ez volt a filozófiája, hogy tudtuk, mert megnéztük, hogy a régi bázisokra és mindig a bázisra rátervezett új költségvetésekbe iszonyú anomáliák jöttek létre, hogy mik jöttek létre, csak egy példát számok nélkül, hogy akkor
konstans költségnek vettük a bért, nem vizsgálva azt, hogy hány tanár van, hány gyerek van, az üzemelési költségeket, tehát az, ami az iskola működtetéséhez fixen kell, és megnéztük, hogy mi az úgynevezett szabad pénz, ami tulajdonképpen fejlesztése egyebekre költhető, és volt olyan intézmény, ahol ez mínuszban volt már akkor, és volt olyan intézmény, ahol ez 36%-nyi volt, és hát a mezőnye a két szélső érték között mozgott, és pontosan erre irányult akkor ez a javaslatunk, hogy évenként 10%-ot tartsunk vissza azzal, hogy újraosztjuk. Na most, hát el kell, hogy mondjam, hogy ebbe az akkori MSZP frakció keményen harcolt, hogy ezt negligáljuk. A második egy évben sikerült véghez vinni, a másodikban már sikerült megölni ezt a javaslatot, és ez 3 éven keresztül megy, akkor én azt hiszem, hogy ma jóval reálisabb a különböző intézményeknek a költségvetési helyzete, és tényleg nem állnak elő olyanok, akik húzták magukkal, mint a koloncot a költségvetési helyzetüket, ami lehet, hogy 10 vagy 20 éve determinált már, de nyilvánvaló, hogy ez a testület azért nem felel, de ezt tényként el kellett, hogy mondjam, hogy sajnos óriási politikai viharral és óriási sajtó hetsz kampánnyal találtuk szemben magunkat, és végül minimálisan, de elbukott az ötlet a második évben. Ezek tények voltak. Köszönöm, én még annyit hadd fűzek hozzá már ez a kérdés felett, itt zajlik közöttünk gond a képviselőről, tehát hogy én azt hiszem, hogy a két alpolgármester között ilyenfajta nézetkülönbség nincsen a végső cél tekintve. Itt azt hiszem a megközelítésben vannak különbségek, az alpolgármester asszony bár jó lehet, hogy most ezt nem tudja pró vagy kontra kommentálni, inkább egy lassúbb, egy megfontoltabb folyamatot támogatna. Alpolgármester úr kicsit dinamikusabban kívánja ezt a dolgot végrehajtani, és ebből adódhatnak időnként ellentmondások. Kunst Márta képviselőasszony. Én csak Papp Béla alpolgármester úr szavaira szeretnék reagálni. Emlékezzünk vissza, hogy az előző közgyűlésben 3 szocialista képviselő volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy ilyetté módon nem vethető fel az ő felelősségük abban, hogy az a közgyűlés nem tudta érvényesíteni e tekintetben az akaratát. Köszönöm. Számszerűleg valóban igaza van a képviselőnőnek, csak bizonyos képviselőről vezérszónoklatot vállalt ebbe az ügybe, és hát nyilván nem eredménytelenül úgy tűnik. Nem, döntően nem felelősek, ha csak a szavazást nézzük, ezt elismerem. És Staubernő képviselő. Köszönöm, polgármester úr. Azért kérek szót, mert jelen voltam azon az igazgatói értekezleten, amire utalt Gonda Tibor képviselő úr, ahol az alpolgármester asszony szavainak a lényege az volt, hogy nem híve tanév közbeni radikális oktatási átszervezéseknek. Hozzáteszem, hogy ezt a véleményét a Közoktatási Bizottság teljes egészében osztja a szocialista képviselőkkel együtt. Tehát tulajdonképpen megkérdezném Gonda Tibor képviselő urat, hogy frakcióálláspontot képvisel-e, vagy pedig egyéni véleményt mondott. Mert meg kell, hogy mondjam, most idehozhatnám a Kulturális Bizottságot is, hiszen pont erre a két ágazatra hegyezte ki mondandóját Gonda Tibor képviselő. A Kulturális Bizottságban szintén vannak szocialista képviselők, akik szintén úgy érzik, és én ezzel egyetértek velük, hogy elsősorban az a feladatuk, hogy az ágazat érdekeit védjék. És ez egy általános probléma, mert miniszteri szinten ugyanez jelenik meg, az adott ágazat dolgozói ugye úgy tekintenek, adott esetben a miniszterre is, mint akit azt várják el, hogy a büdzsében az ágazat érdekeit védje. Más szempontból nyilván egy kormányprogramot kell a miniszternek is képviselnie. Visszatérve a városra, ez körülbelül ugyanígy fest. Szó sincs arról, mint Közoktatási Bizottság elnök mondom, szó sincs arról, hogy az ember mereven elzárkózna, és hogy úgy tetszik, mindenáron lassítani akarna átalakítási folyamatokat, de amikor az idei költségvetést összeállítottuk, akkor is költségvetési bizottsági ülésen is hát óvaintettem a más szférákból érkezetteket attól, hogy jelentős megtakarítást a 95-ös év során várjanak az oktatási ágazattól. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy nem fog az átvilágítás a nyárnál előtt befejeződni. Most, hogyha július végére befejeződik és megkezdődik itt egy nyári kiértékelés, ettől még a 95-96-os tanév szeptemberben elindul, méghozzá ebben az intézményi rendszerben, ami most van. És akkor a megtakarítások és az észszerűsítések, aminek én például még egyszer mondom, hogy alapvetően híve vagyok, az csak ez után fog bekövetkezni. Ennyit kívántam hozzátenni. Köszönöm, Golob Ferenc képviselő úr.
csatlakozva Stauber-nő kollégámhoz annyit szeretnék csak mondani, hogy felhívom a tisztelt képviselőtársak figyelmét, ne váljanak irreális elképzeléseket az átvilágítással kapcsolatos megtakarításoktól. Azon néhány millió, néhány tízmillió forint, ami esetleg ebből bekövetkezhet, az ugye két részre oszthatóan fog elmenni. Egyrészt az, amit Gonda képviselőtársam is említett, vannak olyan intézmények, intézetek, amelyek támogatásra szorulnak. Hát miből fogják ezt támogatni? Nyilván abból a felszabaduló pénzből. Tehát itt már nincs ellentmondás. A maradékot lehet másra fordítani. Tehát egyrészt egy elosztási rendszer módosításra van szükség, és egy realizálásra, igazságossá tételére van szükség. Másrészt a maradék pénzt valóban a többi hiányosságra kéne fordítani, de ez elenyésző lesz. Legyünk realisták. Az a várható csomag, amelyet például ma tárgyalnak kormányszinten, azt célozza, hogy a meglévő és egyre növekvő önkormányzati terheinket helyi szinten próbáljuk megoldani adóemelésekkel, ugyanakkor a kormányzat tőlünk elvon, tehát támogatást von el, kevesebbet ad. Ennek a fényében kérném a tisztelt közgyűlést, hogy az ilyen gazdasági jellegű és megszorító, meg átvilágító előterjesztéseket tekintse. Köszönöm. Köszönöm. Vannak-e további? Gonda Tibor képviselő úr, tessék. Mivel Stauber-nő képviselőtársam megszólítatott, nagyon röviden hagy reagáljak rá. Én úgy szeretném lezárni ezt a kérdést, hogy a polgármester úr által adott válasz engem maximálisan megnyugtatott, és a részemről továbbá ez a kérdés nem kérdés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Módosító indítvány nem hangzott, tehát akkor az előterjesztésről kérem a szavadást, közgyűlés álláspontja mi ebben a kérdésben. Újra kezdjük, úgyhogy. Egyhangú volt. Fő támogatta, egy fő nem elszavazott és hárman tartózkodott a közülés, tehát elfogadta a bizottság előterjesztését. 17. napi rendi pont a bérfejlesztés és pénzmaradány felosztás előterjesztő Farkas Károly jegyző úr. Átadom a szót a jegyző úrnak. Tisztelt közgyűlés, az előterjesztés bevezető szövegének, szövegtervezetének egy jó szándékú rövidítése egy kis logikai törést hozott a döntési javaslattal egybevetve, ezért szeretnék három kérdéssel nagyon röviden foglalkozni, illetve kiegészítést tenni. A határozati javaslat első pontja az üdülési hozzájárulás alapbéresítését tartalmazza, és ebben kérnénk a közgyűlés egyetértő döntését. Ennek az oka az, hogy korábban egy önkormányzati rendelet alanyi jogon juttatásként állapította meg az üdülési hozzájárulást minden köztisztviselő számára. A gyakorlat azonban az, hogy nem mindenki megy üdülni, belső feszültségeket okozott ez a juttatás, sőt külső feszültségeket is. Ezért azt tartanánk legcélszerűbb megoldásnak, hogyha alapbér formájában jelenne meg ez a juttatás. Szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy ez nem jelent jövedelem növekedést, hiszen a köztisztviselői illetmény alap nem változik. Az infláció növeléssel kullogó bérkorrekciót sem tartalmaz a döntési javaslatunk, és a költségvetést érintően egyetlen forint igényt sem tartalmaz, tehát nem béremelésről van szó, hanem egy juttatás alapbéresítéséről. Természetes, hogy mi kértük a Költségvetési Bizottságot arra, hogy a
köztisztviselői szabályokra vonatkozóan központi szintről címzett támogatásként havonta átutalások történtek, történnek, ennek a nagy részt a felhasználása megtörtént. A bizottságot kértük arra, hogy majd egy ezzel kapcsolatos zárás után a bizottság nyilatkozzon arról, hogy lesz-e később lehetőség egy esetleg inflációt növelő valamelyes bérkorrekcióra. Itt tehát nem béremelésről, hanem egy juttatás alapbéresítéséről van szó. A harmadik pont az előző évi bérmaradványnak egy esetleges féléves zárási után minimális mértékű jutalomként való felhasználásáról szól, amit munkáltatói jogkörbe rendezhető kérdés. A harmadik pont annak céljából fogalmazódott meg, hogy a tisztségviselőknek a munkáltatója a közgyűlés, tehát amennyiben itt néhány heti bérnek megfelelő bérmaradvány felhasználása sor kerül, akkor az apparátus bértömegéhez arányos mértékben ebből a tisztségviselők is részesedhessenek. Az előterjesztés negyedik pontja pedig a létszám leépítésre vonatkozó előírást tartalmazná. Február 2-án a közgyűlés döntött a hivatali apparátus belső szerkezetének kialakítása kérdésében. Ott a szöveges részben mi azt deklaráltuk, hogy ha a közgyűlés az új struktúrával egyetért, ez lehetővé tesz egy 15%-os bércsökkentés. Igaz, hogy ez létszámcsökkentés, bocsánat. Igaz, hogy ez határozati formában nem jelent meg. A végrehajtását azonban megkezdtük, és ennek a tényszámait tartalmazza az előterjesztés harmadik bekezdése. A végrehajtása eddig időarányos, azonban további, mint egy 7-7,5%-os létszám leépítésre van szükség, és ezért a negyedik pontot azért kérnénk, hogy a közgyűlés határozati formában mondja ki, kiegészítve a következőkkel, hogy egyben további 7,5%-os létszám leépítést rendel el a közgyűlés. És ezt a kiegészítést azért kérném a negyedik ponthoz, hogyha ennek menetében a második fél év során netán jogvitára vagy munkaügyi perre kerülne sor, akkor az ilyen jellegű munkáltatói döntéseket megalapozza egy közgyűlési döntés, ami jogalapot teremthet arra, hogy ezt a jogvitát a munkaügyi bíróság majd a mi javunkra döntse el. És még egyetlen mondat van a bevezető szövegbe, amire szeretnék kitérni, az adó és illeték hivatali apparátusának a létszámát a leépítés szempontjából. Azért hagytuk figyelmen kívül, és azért nem értjük bele a 15%-ba, mert a polgármesteri hivatalnak ez a két szervezete olyan, amely a költségvetési bevételeket növeli. Teljes felelősséggel merem kijelenteni, hogy ember feletti az a munkamennyiség, amit ezek az irodák elvégeznek. Nem sajnos, hanem szerencsére az illeték kiszabásra benyújtott szerződések száma ebben a fél évben elérik vagy meghaladják a múlt év egész évben benyújtott szerződéseknek a számát. Ezt nem csak magánszemélyek, hanem gazdasági társaságok, jogi személyek vonatkozásában is növekedik a szerződések száma. Na most az illeték megállapítás az egy dolog, de az illeték ellenőrzés és végrehajtás az egy olyan feladat, ami helyszínigényes, tehát csak az ingatlan megtekintésével lehetséges.
Erre pedig lehetősége a hivatalnak nem munkaidőbe, hanem munkaidőn kívül, és főleg szombati napokon van, ezért rendszeresen rendeljük el a szombati bentartózkodást, illetve munkavégzést ennek az apparátusnak. Ha ezt a létszámot is mérsékelnénk, akkor ez egy jelentős költségvetési bevétel csökkenést eredményezne, ezért a 15% alatt a hivatali apparátus teljes egészét az adó és illeték hivatal dolgozóival csökkentett mennyiségben értjük, és a számok is ezt tükrözik. Ezek előre bocsájtásával, tehát az a tiszteletteljes kérésünk a közgyűléstől, hogy a üdülési hozzájárulásra vonatkozóan az alapbéresítéshez járuljon hozzá azzal, hogy az ezre vonatkozó önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére az ügyrendi bizottság útján az SMS-nek megfelelően a javaslatot be fogjuk terjeszteni. Értsen egyet a bérmaradvány felhasználásakor az arányos tisztségviselői felhasználással, és kérjük, hogy mondja ki a 15%-ból hátra levő 7,5%-os létszámcsökkenés elrendelésének a tényét, amivel elmódon egészítettem ki a határozati javaslat negyedik pontját. Köszönöm. Köszönöm. Jegyző úr, azt szeretném megkérdezni, hogy nem egyszerűsíti a dolgot az, hogyha külön szavaznánk az egyes pontról, mint rendeletmódosításról, minősített többséggel, és akkor nem kell visszahozni egy másik alkalomra ezt a dolgot. Tisztelt elnök úr, én azt kérném, hogy az SMS-nek megfelelő menetrendbe történjen a rendelet hatályon kívül helyezése, és ennek az előterjesztője az ügyrendi bizottság lehet. Itt az alapbéresítéssel, ha a közgyűlés egyetért, annak egy okszerű vonzata az, hogy írásban meg fog jelenni egy mondatos rendelettervezeti módosítás, amit a szabályzat szerint az ügyrendi bizottságnak kell beterjeszteni. De erre akkor kerül egy sor, hogyha a közgyűlés ennek az alanyi jogon járó juttatásnak az alapbéresítésével elvileg egyetért. Jó, köszönöm szépen, akkor így fogunk eljárni. Én nagyon szeretnék kiegészítésként fűzni egy úr által mondottakhoz, hogy ez a második, ez a harmadik pontot jelentő bérmaradvány felosztás, ez kb. 3 hétnek megfelelő alabért jelent személyenként. Ezt úgy kívánjuk felosztani, és erről már megszületett a döntés vezetői szinten, hogy 2 hét kerül kifizetése közvetlen a dolgozókhoz. Differenciáltan az irodavezetői döntés alapján, tehát ez eltérhet személyenként a 2 hetes mértéktől, és a harmadik hét az egy külön keretet képezne, külön cél feladatok premizálására, külön munkák premizálására, ezáltal is tudjuk fokozni, javítani a hivatalnak a működését. Eddig erre nem volt módunk, ezt erre szeretnénk felhasználni, és nyilván itt jelentő szerepet fog kapni az átalakítás a különböző vizsgálati eredményekkel való dolgozás és együtt munkálkodás eredményei is. Ezt szeretem volna kiegészítésként hozzáfűzni. Van-e hozzászólás? Kerényi János képviselő. Köszönöm a szót. Jegyző úrhoz lenne egy kérdésem. A 285 fő létszám, mely a január 1-i állapot, ennek a 7,5%-a nem 15 fő. Valamelyik szám nem jó. Tehát ha a 285 főt hasonlítjuk a 15 fővel, az 5,2%. Vagy valamelyik szám nem igaz. Akkor van ennek súlya, hogyha a 4-es pontot nézzük, hogy a közgyűlés tudomásul veszi az eddigi létszám leépítés időarányos végrehajtását. Tehát a számot kellene tisztázni, hogy ez valójában hány százalék. És akkor a jegyző úrnak a kérése, hogy a 7,5%-ot javasolja a közgyűlés, akkor ez nem további 7,5%, hanem 10. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, itt
itt valóban a számok azok azért csalók, mert egy munkaviszony megszüntetésének különböző fázisai vannak. Van egy szándék, van egy felmondási idő, van annak a lejárta, vannak ezzel kapcsolatos jogviták, és vannak olyan esetek, amikor adott napon eltérőek a tényleges számok azoktól a számoktól, amelyek egy bizonyos határidő bekövetkezte után előre beláthatók. De én egyetértek ezzel a felvetéssel, hogy így módon a számokkal sokkal tisztább, aként idézőjelben mondom, gazdálkodni, ha a közgyűlés a negyedik pontban azt mondja ki, hogy egyetért az évi 15%-os létszámcsökkentéssel, a hivatal teljes apparátusára vonatkozóan az adó és illeték apparátus nélkül. És akkor azt hiszem feloldja a Kerényi úrnak ezt a jogos észrevételét. Bólogat a képviselő, aki nem látná, csak kommentálom, hogy elfogadta. Nem, most szeretnék bólogatni. Köszönöm szépen. Troszka képviselő úr, tessék. Köszönöm. Elnök úr, képviselőtársak, én nagy-nagy örömmel hallgattam a jegyző úrnak a igazi menedzsmentjét, illetve azt a fajta igazi aggódását, amely az állomány bérét illeti. Minden igazán tisztességes és eredményt elváró vezetőnek ez egy alapfeladata. És ennek mentén én messze menően támogatom ezt a javaslatot. Azonban vannak kérdéseim. Milyen módon kívánják megoldani az alapbéresítést? Átmeneti alapbéremeléssel, vagy tartós alapbéremeléssel? Tudnilik, biztosítottnak látjuk-e azt, hogy 1996. január 1-től a központi költségvetés ezen a címen támogatást nyújt? Ezt visszavenni nem lehet senkitől, egyetlen egy köztisztviselőstől sem, ha tulajdonképpen egy állandósult bérfejlesztésre felhasználja. Ez az első kérdés, és erre szeretnék választ kapni. A másik, ami számomra érthetetlen az, hogy egy teljesen idegen témaként érzékelem itt a távozott dolgozók számát és ennek részarányát. Bevallom, hogy meditáció közben arra gondoltam, hogy felvetődik itt az a kérdés, hogy amennyiben létszámcsökkenés van, mi legyen a béralappal. Tudni, hogy itt a tetemes béralap és hozzátartozó háttérösszegek jelennek meg, amelyet normális módon most ebben a menekülő világban minden normális munkáltató úgy használ fel, hogy minőségi munkaerőcserét végez, kvalifikáltabb munkaerőt vesz fel, és ha lehetőség van, akkor utoléri azt a fajta bélszínvonalat, amelyeket a gyermekei, azaz az alvállalkozók, KFT-k és egyebek elértek. Óriási feszültséget érzek a köztisztviselői bér és a létrehozott termelőrendszerek között, ami bevallom, hogy aggódva tekintek én is, és azt gondolok a köztisztviselők is. A másik ilyen kérdésem, ez általános. Ezzel a megoldással egyet kell érteni. Én azt gondolom, hogy ez egy tipikus előremenekülés a 96 évi költségvetés ügyében. Elfogadható-e ez a fajta szemlélet általános költségvetés filozófiai szemlélettel? Tehát meg. Azaz a szociális szféra, az egészségügyi szféra, az oktatási szféra és egyik költségvetési szférán belül ez a fajta költségvetési szemlélet elfogadható-e? Én azt gondolom, hogy ha itt ez elfogadható, már pedig én is azt mondom, hogy el kell, hogy fogadjam, akkor azt gondolom, ez nem lehet valami életidegen dolog itt a rendszeren belül, nem biztosítható egyfajta kiváltság ebben a kérdésben. Még egyetlen egy kérdést szeretnék felvetni, mégpedig a következőt, hogy mi lesz jövőre ebben a kérdésben, a költségvetésben? Újra tervezzük, tehát alapéresítünk és újra tervezünk ilyenfajta kiadást, vagy egyszer s mindenkorra Pécsváros költségvetésével a köztisztviselői kérdést illetően ez a fajta illetményt támogató támogatás megszűnik és marad tulajdonképpen a többi, a jutalom tervezése, az étkezés hozzájárulás tervezése és a ruhapénz tervezése. Köszönöm.
Egy zónak átadom a szót. Tisztelt közgyűlés, az üdülési hozzájárulás alapbéresítése tartós. Természetesen, hogy nem egy provizórikus döntésről van szó, ami visszavonható, hiszen akkor, amikor a közgyűlés elfogadta az erre vonatkozó ezt alanyi joggá tevő juttatások rendszerét egy rendeletével, akkor ezt nem egy évre állapította meg, hanem alanyi jogon járó juttatásként állapította meg minden évre vonatkozóan. A távozott dolgozókkal kapcsolatosan a távozott és a leendő, vagy még év végéig eltávozó dolgozók alapbérének természetesen a feloszthatóságát nem tartalmazza ez az előterjesztés. Ez tehát létszámleépítésnek akkor van értelme, hogyha ez megtakarítást jelent. A szándékaink szerint itt nem a felosztás, hanem a létszám csökkenés és vele együtt a bér megtakarítás az, ami az igazi célját adja a létszám csökkentésnek, mert különben nem lenne különös logikája annak, hogy akkor, amikor szinte naponta jelennek meg olyan új törvények, jogszabályok, amelyek hatásköröket, feladatköröket telepítenek a helyi önkormányzatokra, helyi szintre. Lásd tűzoltóság, de sorolhatnám oldalszám azokat az új feladatokat, amihez sem bért, sem tárgyi feltételeket, sem a kormányzat, se tárcák, se más főhatóság nem biztosít, és ezt kénytelen fölvállalni a polgármesteri hivatal, és kénytelen elvégezni. Ugye ennek ellenére sem tervezzük pont a gazdasági nehézségek, problémák, a forráshiányok, meg egyebek miatt a felszabaduló bérek alapbéresítését. Egyetlen esetünk van, ez a központilag leszabályozott és havonta átutalt köztisztviselői törvény életbelépésével összefüggő forint, amivel később jelennénk meg a közgyűléssel, de csak akkor, hogyha a Költségvetési Bizottság ezzel kapcsolatos zárást, áttekintést elvégzi, és erre vonatkozóan lehetőséget lát egy ilyen vagy olyan mértékű alapbér növelésnek. Na most azt is szeretném elmondani, hogy a jövőre vonatkozóan a bérkondíciók változása csak részben a közgyűlés döntésétől függő kérdés. Természetes, ha a Költségvetési Bizottság és a tisztségviselők egyet értenek majd ilyen javaslattal. Itt tulajdonképp, amiben mi várjuk a döntést, és talán évvégéig valamiféle konszenzus kormányzati, illetve parlamenti szinten létrejön, de szó van arról, hogy a köztisztviselői illetmény alapot változtatják-e, vagy nem változtatják. Ezen ma még műhelyviták vannak, a pénzügyi kormányzattal egyeztetések folynak, ebben ma prognosztizálni felelőtlenség lenne. Tehát tulajdonképpen a jövő évi bérkondícióknak a kérdése annak a függvénye lesz elsődlegesen, hogy az illetmény alap mértéke változik-e, mert akkor a szorzók szerint ennek megfelelő bérkorrekciókra lehet számítani, nem csak a közalkalmazotti, hanem általában az egész köztisztviselői és közalkalmazotti szférába. A jövőre vonatkozóan tehát én felelősen ennyit tudok és merek prognosztizálni, és én azt hiszem minden ezt meghaladó információ az vagy jóslat, vagy felelőtlenség lenne. Köszönöm. Kékes képviselő úr, tessék. Elnézést ez a hosszas vitához. Megütötte a fülemet, az a gondolat, amit a polgármester úr a korábbiakban mondott, hogy az üdülési hozzájárulás megszüntetéséből származó pénzmegtakarításnak egy részét differenciáltan kívánják felosztani. Rosszul értettem? Bérmaradvány. Igen, mert akkor félreértettem, elnézést, mert léven ez egy alanyi jog, tehát ezt következésképpen alanyi oldalon mindenkinek egyformán meg kell kapnia. Köszönöm akkor elnézést a félreértésért. Köszönöm, Exner András képviselő úr. Még
Két kérdésem lenne jegyző úrhoz. Az egyik, hogy mennyi pénzről van szó az üdülési hozzájárulásnál, tehát hogy miről vitatkozunk. A másik pedig az, hogy a létszámleépítések a polgármesteri hivatalban arányosan minden irodánál ugyanúgy történnek, avagy vizsgálják azt is, hogy melyik területen milyen munka folyik, milyen igények vannak esetleg később. Én a magam részéről is tudok néhány olyan területet, ahol az adóiroda mellett is nagyon sok munka van. Tehát ezeket jó lenne, hogyha legalább egy tájékoztatás erejéig mi is megkapnánk. Köszönöm. Tisztelt közgyűlés, 9,4 millió forint az összvolumene annak az üdülési hozzájárulásnak, amit az önkormányzat rendelete alapján a köztisztviselők alanyi jogon kapnak. Ez egy főre bontva olyan 9500-10 000 forint közötti összeg per fő, ennyit jelent nettó forintba természetesen. Éves viszony, igen, tárgyévre vonatkozóan. Na most ennek az ez jelenne meg majd az alapbérbe. Amit képviselő úr említett, arra a válaszom az, hogy igen, erre ezzel külön most a sok irányú átrendeződéssel kapcsolatban foglalkozunk, szeretnénk egy komplexebb ösztönzési rendszert is kialakítani, és az alanyi jogon járó juttatásokat inkább eltolni egy teljesítmény értékelt juttatási rendszer felé. Erre vonatkozóan, ha igénylik a közgyűlés tagjai a menet közbeni információkat is írásban, annak szándéka nélkül, hogy ez közgyűlési napirendre kerüljön, természetes készek vagyunk megadni. Köszönöm, Szirmai Csaba képviselő. Elnézést, csak itt a számtannal lesz megint baj, 9.400.000 osztva 285-tel, az nem 9, hanem 30.000 körüli. Tehát közgyűlés, ez bruttó 18, itt az adó és illeték hivatal beszámítása vagy nem beszámítása adja az eltérést, úgyhogy jogos a felvetés. Köszönöm, további hozzászólások vannak el napirendi ponttal összefüggésben. Ha nincs, akkor kérem a szavazást. Kérdések után 41 fő igennel szavazott, 2 fő tartózkodott, tehát elfogadta a határozatot. Tisztelt közgyűlés, akkor most ebédszünet következne. 3:43-kor kérem a tisztelt testületet, hogy újra találkozunk ebben a teremben. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a közgyűlés tehát most felfüggeszti ülését az ebédszünet erejéig. A közgyűlés közvetítése tehát 2:45-kor, 3:43-kor folytatódik. Azonban kérem, hogy maradjanak a Városi TV mellett még a képernyők előtt, hiszen egy rövid klip után Matáv telefonos játékba kapcsolódhatnak be kedves nézőink, ha hívják a 352-7-12-es telefonszámot. Ha játszanak, telefonkártyát nyerhetnek. Telefonszám tehát még egyszer 352-7-12-es. A játék után az ipari vásárról készült mindegy 25 perces összeállítást tekinthetnek meg kedves nézőink, és 3:43-kor újra folytatjuk innen a Városházáról a közgyűlés közvetítését. Addig is köszönöm figyelmüket!